Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap titka január 27-én. Bepillantunk ebbe az ős régi, titokzatos kínai naptárba. A mai nap felett a fa eleme uralkodik. A fa eleme utal praktikus dolgokra, vagy a munkánkra. Valamit kezünkbe veszünk, kialakítunk valamit. Itt megvan ez a kreatív tevékenység. Ami a párkapcsolatot illeti, a fa eleme a mai napon adja számunkra a biztonság érzetét. A kínai asztrológia szerint a mai nap felett a sertés uralkodik. A sertés azon segítőkész, jó indulatú, meg lehet benne bízni, de néha kicsit naív, és mások kihasználják őt. De ügyeljünk a mai napon arra, hogy senki ne tudjon bennünket kihasználni, vagy befolyásolni. Van egy kis vidámság a sertés hatása alatt, nem kell sokat beszélni, de ha megtaláljuk a témánkat, ami bennünket érdekel, akkor nyitottak vagyunk a kommunikációra. Vagy így viselkednek mások, és így éljük át a mai napot. És most megtekintjük a hold állását. Egy növekvő hold fázisban vagyunk. Az indiai számítás szerint a hold a mai napon a bika jegyében van, és elérte a felfele mozgó hold csomót, Ráhút. Ez egy kármikus csomó, amikor keresünk egy új irányt, egy új életterületet, vagy egy kiútat. A kínai asztrológiában is vannak holdházak. Ez mutatja a hold napi mozgását. A hold a mai napon a fal holdházba van. Itt építésről van szó. Természetesen lehet egy ház építése is, de ennek a holdháznak van egy szimbolikus jelentése. Ha elkezdhetünk valamit, amit szeretnénk kiépíteni, építjük ezeket a falakat. A kínai naptárból ismert az I Ching szimbólum is. A mai I Ching szimból vitát jelent. Erre számíthatunk a mai napon, hogy valaki vitatkozik velünk, vagy veszekedni szeretne. Itt lesznek kihívások, de kerüljük el ezeket a beszélgetéseket, és őrizzük meg a belső nyugalmunkat. És ezek voltak a titkok a mai napon, január 27-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!